Kedves Zákányi család, milyen tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt főigazgató asszony, professzor úr, Belai Zoltánt abból a minőségből is köszöntöm, mint a város díszpolgára, és köszöntöm, hogy ő is itt van közöttünk, önöket, meg pedig külön hálás vagyok, hogy majdnem elfoglalták és lezárták a főutcát, mert ennyien fontosnak érezték azt, hogy itt legyenek ezen ünnepi alkalmon. Ha belegondolnak abba, hogyha egy közösség választ az események közül, vagy a személyek közül, hogy kiknek állít emléktáblát, ezzel a választásával kifejezi az értékrendjét is. Maga a közösség az értékrendjét, hogy kit tart arra méltónak, hogy a jelennek és a jövőnek is de kőbe vésse a nevét. Persze, hol is lenne méltóbb helye ennek az emléktáblának, mint itt a Kodály falán, ahol 40 éven át keresztül nevelte a gyermekeket. Mert ő nem csupán énekzenét tanított és kórust vezetett, hanem valóval nevelt a zenéjével és nevelt az ének erejével. Nevelt a fegyelmezett munkára, az együttműködésre és az igazi, tiszta értékek felismerésére. Zákányi Zsolt kivételes ember volt. Tevékenysége révén került fel Kaposvár az igényes kórusművészettel bíró városok térképére. Reformátusok a szónak a hagyományos értelmében tárgyakat nem nagyon szoktuk megáldani, ezért sokkal inkább egy csendes imádságra hívnám, hálaadó Istennek megköszönő imádságra hívnám a jelenlévőket. Csendesedjünk el! Mindenható Isten, édesatyánk, áldunk téged! Köszönjük, hogy itt élt közöttünk, hogy ismerhettük Zákányi tanár urat. Áldunk, mert tanítványai lehettünk, mert munkatársai lehettünk. Áldunk, mert a tehetségének sokféleképpen lehettünk a haszonélvezői. Köszönjük a lelkész lakott Homokszentgyörgyön, ahonnan elindult és ahonnan hozta magával az ének szeretetét. És köszönjük az életútat, amit megtehetett. Tudjuk, nem a díjak és nem a címek voltak azok, amelyek vonzották. Sokkal inkább az volt a fontos számára, hogy amikor megszólal az ének, akkor bele remeghessen azoknak a szíve is, akik énekelnek, meg azoké is, akik hallgatják. Arra kérünk, segíts, hogy ott tudjuk őrizni az emlékét, ahogyan őrzi ettől a mai naptól itt az iskola falon az emléktábla is. Legyen áldásod az iskolán, amely oly fontos volt a számára. Legyen áldásod szeretteid, akik itt vannak most közöttünk. Legyen áldásod az egykori tanítványokon, egykori munkatársakon. Legyen áldásod a városon, amely őrzi az emlékét. Arra kérünk, hallgass meg bennünket. Jézusért. Amen. És hangozzék el egy áldás, Isten népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet. Amen.